Egy hely, ahol senki sem akar PC lenni. Egy hely, ahol nincs mellébeszélés. Ahol a szókimondás érték. Ez a Közéleti Detox Lentulai Krisztiánnal. Garantált kiózanodás. Köszöntöm a Közéleti Detox nézőit, Lentulai Krisztián vagyok, egyúttal boldog új 2024-es esztendőt kívánok minden kedves nézőnknek, és a 2024-es év első stúdió vendégét köszöntöm itt nálunk, Bencsik Jánost, szervusz! Szervusz, jó napot kívánok! A Tatai Medence országgyűlési képviselője a mai vendégünk, aki egyébként 2 évtizeden keresztül Tatabánya városának polgármestere volt. Engedd meg, János, hogy innen kezdjük el amolyan bemelegítésképp ezt a mai első adást itt az évben. 2010-ig voltál a város polgármestere. Hogyha egy ilyen láncolatot tudunk csinálni, és tudsz egyfajta mérleget vonni, akár úgy is, hogy arra az időszakra is visszatekintesz, ami már nem a te felelősségi köröd volt, akkor milyen állapotban adtad át annak idején Schmidt Csabának a várost, és Schmidt Csaba milyen állapotban adta át a várost a jelenlegi vezetésnek? Voltak egyszerűbb időszaka is a világnak, így a 90-es évek eleje, 80-as évek vége, 90-es évek eleje az én gondolkodásom, tapasztalataim, meg akkori fiatalságom figyelembe vételével egyszerűbbnek tűnt, mint a mostani kezdjük ezzel. Annak ellenére, hogy a 80-as évek végén elkezdett megbicsaklani az a monumentális, nagy szocialista nehézipar, ami jellemezte a Tatai medencét, aminek a gerincét Tatabánya város gazdasága, azonban is a szénbányászat, az alumíniumkohászat vegyipar adta. És egyik évről a másikra, hogy én 1990-ben polgármester lettem, egy év leforgása alatt több mint 12 ezer munkahely szűnt meg. Gyakorlatilag minden háztartásban munkanélküli volt, gyakorlatilag minden család megsínylette ennek az átmenetnek, akár politikai vagy gazdasági átmenetnek tekintjük, ebből a szempontból szinte mindegy a hozadékát. Mondhatjuk azt, bocsánat, hogy az egész rendszerváltás eufóriája Tatabányán még hamarabb oszlott szét, mint országos szinten. Hogyne, hát ha ugye az ország lakói belegondolnak abba, hogy Tatabányát talán két apropóból ismerték, egyrészt a tatai dió, ami bekerült a kazánokba, 70-es, 80-as évekbe a lengyel szén mellé, mégiscsak egy kicsivel olcsóbb volt, még hogyha a fűtő értéke nem is érte el a lengyel szénét, és a tatabányai sportklub, a tatabányai bányász. A futballcsapat, a kézilabda, az egyéni sportágak, amelyekben olimpiai bajnokokkal büszkélkedhetett a város, ez volt az a két brand, amiről ismerték a várost, és először ugye a sport volt az, amely megbicsaklott a 80-as évek végén, a csapatsportágak is, az egyéni sportágak is, mert az a töménytelen mennyiségű pénz, amit a bánya vállalat a közköltségvetésből, tulajdonképpen az állami költségvetésből beletett, az egyik napról a másikra így kikerült belőle. Éppen most számolgattuk a Tatabányai Sportklub jelenlegi elnökével, a Sámuel Botival, hogy megítélésem szerint, és ő is körülbelül így látja, ha a 80-as évek végének a tatabányai sport finanszírozását nézzük, akkor most olyan 10-11 milliárd forintos költségvetéssel kellene, hogy működjön a Tatabányai Sportklub. Most olyan 1,1-1,2 milliárd forint, amiben természetesen van egy jelentős, több mint 300 millió forintos állami támogatás, hiszen újra kiemelt egyesület vagyunk, országosan is, szép eredményekkel, de ez mutatta azt, hogy a bányavállalat annak idején mekkora gazdasági erővel bírt, hogy csak a sportra, amit oda tettek nyíltan, ami a bújtatott állásokkal, vagy sportállásokkal együtt pénzügyi kiadást jelentett, kötelezettségvállalást, az egy horribilis összeg. A mai városi költségvetésnek is, összvárosi költségvetésnek ő egy harmada. Na most ebből a kényelmes, jó világból kellett nézőpontot változtatni a 90-es évek elején. Nem volt egyszerű, de végül is szerencsénk volt, mert az akkori kormányzat olyan nagyon sokat nem segített a vidéki városoknak, nagyvárosoknak új munkahelyek teremtésében. Így saját magunknak kellett elindulni, kitalálni azt, hogy milyen Tatabányában gondolkodunk, milyen gazdaságot szeretnénk létrehozni, és akkor eldöntöttük azt, hogy az egy lábon álló gazdaság
az nem gazdaság. Az egyik pillanatról a másikra felborulhat. Minimum három lába kell legyen, mint a háromlábú széknek, és akkor elindultunk szépen a 90-es évek közepén, ipari part, gazdaságfejlesztő szervezet, és a 2000-es évek elejére, ezredfordulóra gyakorlatilag visszapótoltuk az elveszett munkahelyeket. Mennyiben hibáztatható az első MDF kormány, akinek hát rengeteg szembeszéllel kellett megküzdenie? Hát én ugye azt látom, hogy már a 70-es, 80-as években oly mértékben eladósították a mi országunkat, fekete úrik, ugye én Békés Szent Andrási vagyok, Szarvasra jártam gimnáziumba, és azért ott onnan származott az akkori Nemzeti Banki fő vezér, és azért lehetett hallani a sustorgást, hogy most ezzel és azzal az amerikai politikussal, meg pénzintézettel, meg Világbank, meg IMF mennek a tárgyalások, és ezeknek a tárgyalásoknak az a hozadéka, mellék hatása gyakorlatilag a kölcsönök biztosítása mellett, ami a akkori kádárkori jólétet valamilyen szinten még meg tudta őrizni a 80-as években, hogy ha elérkezik az idő, amikor kinyílik a kapu, az idő kapuja, és visszavezetik a közép-kelet-európai országokat abba a közegbe, abba a versenyistálóba, amibe a nyugatiak ott voltak a háború utáni időszakban, akkor majd lesznek szívesek ezek az országok megnyitni a piacaikat szolgáltatások előtt, áruk előtt, szabadon, illetve a privatizáció során viszonylag kedvező feltételekkel átadni ezeket a vagyonelemeket. És az Antal kormány gyakorlatilag az első 2-3 esztendőben ebbe is bukott bele, hogy a Hornék által megkötött paktumokat, amelyek ugye a korábbi pénzügyi csapda helyzetet törvényes keretek között is legalizálták az egyik világból a másikba történő átmenet során, azt megörökölték az Antalék, és gyakorlatilag velük végeztették el azt a nem túlságosan hálás feladatot, ami úgymond Magyarországot a szabad piaccal rendelkező országok közösségébe emelte, annak a üveggyöngy szépségeivel, illetve a nehéz pénzügyi, gazdasági és munkanélküliséggel megterhelt állapotával együtt. Öt kormány alatt voltál szám szerint papíron, mert hogyha megnézzük a ki nem töltött ciklusokat is, ahol más miniszterelnökkel folytatódott a munka, akkor egész más szám jön neki, de papíron öt kormányciklus alatt vezetted a várost. Melyik volt az időszak, amire legszívesebben emlékszel vissza, és melyik az, amit leginkább elfelejtenél? Akkor, amikor az életünkért küzdünk, márpedig Tatabánya és térsége hosszú időn keresztül az életéért, a talpon maradásért küzdött, ott nem szabad válogatósnak lenni egy polgármesternek. De békeidőben sem. A polgármester az egy közösséget, egy helyi közösséget, egy várost képvisel, és hogyha a kormányzattal kell egyezkedni a város érdekében, akkor teljesen mindegy, hogy milyen a kormányzatnak a színezete. Korrektül, egyenes derékkal, nem bántó módon, nem mocskolódva, nem bunkósbottal tárgyalásra indulva, hanem korrekten, normálisan, higgadtan kell, hogy a közösségét képviselje. És hogyha ez így van, akkor legalább nem akadályoznak abban, ami munkát helyben elkezdtünk. És mi itt a kollégáimmal egy nagyon jó csapattal tudtunk együtt dolgozni. Mindig azért szurkoltunk, hogy ez a szélcsendes állapot megmaradjon, hogy mi ebben a, hát hogy mondjam, a közérdeklődéstől mentes kis zugában az országnak tudjuk végezni azt a munkát, amiben megállapodtunk, amit fölrajzoltunk, és tudtuk azt, hogy annak meg lesznek az eredményei. És gyakorlatilag a mindenkori kormányokkal mi úgy tárgyaltunk, hogy lehetőség szerint ne nyissunk túlságosan nagy ablakot, ne lássák a már bimbózó eredményeket, nehogy akkor az irítség következtében valamit még pluszba elvenjenek tőlünk. Persze most ezen itt mosolygunk, de ez valós veszély volt? Hát ez egy valós veszély, hogyne. Ha valakinek egy kicsivel jobban megy, akár települési szinten is, mint a többieknek, vagy ez így látszik, akkor onnantól kezdve megy a piszkálódás, hogy hát azok mégse kapjanak ilyen vagy olyan
támogatást. Ezzel együtt mindig megvolt a lehetőség arra, hogy olyan feladatokra, amelyek nem látványberuházások voltak, de gyakorlatilag mondhatom azt, hogy majdnem mindig ellenzéki pozícióban voltam polgármester, így jött ki ez a 20 esztendő. Látványberuházásokra ellenzékből nem nagyon lehet, ellenzéki beállítottságú önkormányzat részéről nem lehet ilyen jellegű támogatásokat elérni, viszont olyanokat igen, ami a többieknek nem kell. Most mindig azt kellett megnézni, hogy nekünk a céljaink elérése érdekében szükségünk van-e mondjuk szennyvíztisztító fejlesztésre. Hát hogy ne lenne? Hát hogyha az általérbe a kibocsátott, tisztított víznek a paraméterei nem megfelelőek, és ezzel veszélyeztetjük az öregtó állapotát, akkor hogy ne lenne helyi közösségi érdek egy szennyvíztisztítónak a rehabilitációja, megújítása például. Vagy éppen a szennyvízcsatorna kiépítése, vagy egy regionális hulladéklerakónak a megépítése, hogy ne a bágergödrökbe hordjuk a szemetet úgy, ahogy azt a tanácsi időszakban tették, hanem egy rendesen szigetelt depóniára, hogy legalább az onnan elszivárgó vizek ezt az érzékeny karszvíz bázist, ami fölött éljük az életünket, azt ne veszélyeztessük. És gyakorlatilag szépen, csendben mindig sikerült, minden kormányzati ciklus idején sikerült olyan beruházásokra pályáznunk, amelyeket a városiak persze olyan nagyon nem értékeltek, mert nem szemben látható. Viszont a mindennapi életünkben, illetve a gazdasági infrastruktúra megteremtéséhez szükséges területen, ott igen, mert lett víz, lett csatorna, lett szennyvíztisztító kapacitás, hulladékgazdálkodási kapacitás, itt-ottam ott a oktatásba, például a MÜTF, ma már Edutus Egyetem, tudtunk előrelépni, ami a városnak a versenyképességét, a vonzerejét a befektetők irányába javította. És nekünk ez volt a célunk, hogy először is munkahelyeket kell teremtenünk. Ha a munkahelyteremtésnek ez az ára, hogy a műszaki vonalas infrastruktúrába kell előre lépnünk, akkor abban fogunk előre lépni, és hogyha majd lesz annyi bevétele, a városnak adóbevétele, na akkor majd el lehet kezdeni csinosítgatni. Persze az is fontos, mert a városok szeretik azt, hogyha rendben van a város üzemeltetés, így erre mindig nagy hangsúlyt kellett fektetni, hogy a levelek legyenek össze, gerebjézve, többé-kevésbé azért, hogyha hult a hó, akkor lehessen közlekedni a városban. Ezt úgy szeretik az emberek, és nagyon helyesen teszik, nem szeretnek kátyús utakon közlekedni, örülnek annak, hogyha a járdák rendben vannak. Hát ilyen dolgokkal persze folyamatosan kellett foglalkozni. De ugye a kérdésedre visszatérjek, a 98-2002 közötti időszaknak a második fele volt egy olyan áttöréses időszak, amikor a ipari park infrastruktúrában, hogy éppen bérlakásépítésben sikerült előre lépni a városnak. Ha jól emlékszem, akkor Varga Mihálynak hívták akkoriban a pénzügyminisztert, és vele sikerült zöldágra vergődni, hogy az akkor kiírt bérlakásépítési pályázatba tudjunk építeni költségelvű bérlakásokat is, meg szociális bérlakásokat is. Az volt az utolsó időszak, amikor Tatabányán bérlakás épült. És persze azért a helyi és a várospolitikába is kellenek a gesztusok. Jól emlékszem arra, hogy 2003-ban fejeződött be a beruházás, akkor már egy másik kormány volt, de mi a Varga Mihályt hívtuk meg az átadásra, mert neki köszönhettük ezt a jó partneri viszonyt. Egy kicsit tekintsünk vissza a 2023-as esztendőre a nagypolitika, belpolitikán belül a nagypolitika szempontjából, és mögöttünk már meg is jelent Magyarország egyik talán legszebb épületének a látványa, amit egyébként furcsa módon néhány napja még a Duna nyaldosta az alsó lépcsőit szinte. Tehát megint egy ilyen majdnem 10 évvel ezelőttihez hasonló árvízhelyzet kezdett kialakulni a fővárosban. Parlamenti képviselőként a tavalyi esztendőt hogyan tudod összegezni? Országgyűlési választás volt, a Fidesz-KDNP ismét elnyerte a választók bizalmát, amely a következtében kétharmados többséget szerzett immáron egy folytában negyedszer a Magyarországgyűlésben. Sokan és sokakkal beszélgetve mondták, és arra jutottam én is újságíróként, hogy nem lebecsülve az ellenfelet,
De talán olyan képességbeli hiányok detektálhatók most már évről évre, amiben talán a jelenlegi magyar kabinetnek minden egyes választás előtt, és magának a Fidesz-KDNP szövetségnek minden választás előtt igazából az igazi kérdés lassan az kezd lenni, hogy nemzetközi szinten, a nemzetközi nagypolitikában történik-e valami olyasmi dolog, tőlünk függetlenül akár, ami alapjaiban recsentheti meg ennek a kormánynak a ténykedését, és úgy tűnik, mintha az ellenzéki pártok is, és az ellenzéki szavazók is már csak ebben bíznának. Hogyan telt ez a 23-as esztendő? Nem véletlenül mondtam azt, hogy ugye 90 környékén mindenki hazatalált, tehát a közép-európai országokat is visszaterelték abba a karámba, ahonnan kiszakították a második világháborút követően. Tehát egységesült a világ, és az a filozófia, az a gazdasági társadalom szervezési filozófia hatja át, az elmúlt, és hatotta át már az elmúlt 30 esztendőt is, amely gyakorlatilag azt szeretné, hogy a nemzetállamok azok inkább ilyen helyi hatóságok, képviseletek legyenek, és azt a globális érdeket érvényesítsék, amelyet alapvetően ez a gazdasági pénzügyi hatalom szeretne. Egy bajunk van ezzel, hogy ez nem összeesküvés elmélet, hanem ez egy tudatos tervezés, ami alapján az egész világ mindennapjai és a jövője alakul. És hogyha le akarjuk ezt fordítani hétköznapi szó fordulatra, akkor a normalitás és az abnormalitás találkozik egymással, és annak a küzdelmét látjuk saját magunkban is, a mindennapi egyéni életünkben is, mert 30-35 év alatt akkora változás történt körülöttünk, a technológiában is, tehát az életkörülményeinkben is, meg a gondolkodásunkban is, meg a felénk érkező különböző értékmezők hullámzásában is, ami abnormális volt 30-40 esztendővel ezelőtt, arra próbálják most azt mondani, hogy az normális. És hogyha valamiért nem érezzük magunkat komfortosan, akkor vélhetően azért nem, mert politikai értékrendtől függően azért az a korosztály, ami még a ti korosztályotok, meg aztán onnantól fölfelé, tehát a mi és az előttünk járó korosztályok, azok nehezen emésztik ezt a kérdést, hogy hol van itt akkor a normalitásnak, meg az abnormalitásnak a határa, hol van a józan ész és az egészséges életösztönnek a mozgató ereje, hová tűnt ez el. És hogy tudtunk elkényelmesedni annyira, hogy már nem tudjuk nyomon követni azt a változást a saját személyes életünkben, ami egy ilyen, hogy mondjam, hogy magunkat se bántsam meg. Tehát nem az elbutulás, hanem így inkább a érdektelenség irányába mozdul el, hogy ami a közvetlen környezetemben van, az még valamilyen szinten számít, de ami már kívül esik az ajtón vagy a kertkapun, az már olyan nagyon nem érdekel. Viszont annak az erőnek, ha mondjuk úgy, hogy világerőnek vagy gazdasági erőnek, ami globálisan alakítja a világnak a folyamatait, annak nincs ilyen érzése, hogy a kapuján, az ajtaján, a kapkert kapuján kívüli dolgokkal ne foglalkozzon. És ahogy érzi azt, hogy a lokalitásokban van egy ilyen visszahúzódás, akkor olyan mértékben próbál oda behatolni és a saját szájíze szerint alakítani a világnak a működését, aminek a hátterében gyakorlatilag az van, hogy olyan fogyasztói társadalmat kialakítani és azt folyamatosan karban tartani, amely ellenőrzött és irányított keretek között a lehető legnagyobb üzleti hasznot hozza. Ezen kívül lehet, hogy vannak nem teljesen normális gondolatok is ezekben a döntéshozó szobákban, vagy helységekben, vagy konferenciákon. Én ezt nem tartom kizártnak, akik valamiféle ilyen politikai, meg ilyen világmegváltó gondolatokat is megfogalmaznak magukban, de azt gondolom, hogy a gyakorlati, kőkemény, mozgatórugó háttérben az, hogy minél nagyobb profit. Igen. És azt a lokalitásokból kell kivenni. Tehát ebben a szövegkörnyezetben nézve, hogy mi történt velünk a 2023-as esztendőben, a szorítás a prés ellenére Magyarország talpon maradt.
és talpon maradtak ezek a közép-európai országok, és azt azért ne felejtsük el, hogy mi együtt fogunk sírni és nevetni. Akár mennyire vagyunk mi büszkék arra, akik vagyunk, kultúránk tekintetében azt gondolom, hogy megelégedettséggel szemlélhetjük azt, ami örököl jutott nekünk, azoknak, akik magyarnak vallják magukat, és a magyar kultúra fontos számukra, mert mégis fönt tart bennünket a felszínen, és több örömet hoz a mindennapjainkban, és főleg az ünnepnapjainkban, mint amennyi keserűséget. Ez nagyon fontos, de ezzel együtt is ez a kulturális mező, ez egy közös mező itt Közép-Európában a téli tótokkal, északi tótokkal, a svábokkal, és mindazokkal a kisebb, nagyobb nemzetiségi töredék közösségekkel, akik itt az elmúlt évszázadokban úgy ítélték meg, hogy egy érték mezőbe tartozva, sőt magyar nyelvre áttérve ugyanazt a hitbéli felfogást és gyakorlatot folytatva, mint az itteni többség, ők itt találják meg a számításukat, és itt érzik magukat biztonságban. Tehát nekünk a környékbeli országokkal, itt az egész Kárpát-medence területén ezért kell folyamatosan arra törekednünk, hogy ez a fajta közös gondolkodás, munkakapcsolat kisebb-nagyobb hullámzásokkal, mint egy háztartáson belül, egy családon belül surlódások vannak, de ezeket lehet rendezni, és mindig arra kell törekedni, hogy ez a közös asztal ez rendelkezésre álljon. Mi akkor vagyunk annyira erősek, hogy ezt a fajta külső törekvést, ami megmutatkozik minden nap, és amiben a magyar miniszterelnöknek is van bőven saját személyes tapasztalása, ezt azért úgy tudjuk kezelni, hogy a nemzetállami státuszunk, és itt a kisebb nemzetállamoknak a közös státusz a szövetsége, azért ez valamiféle ellen pólust, vagy valamiféle lassító befolyást tudjon gyakorolni erre a nagy globális áramlatra. És annál is inkább igaz, hogy nem szabad hátradőlni semmilyen módon, mert hogyha ezt a volt KGST térséget nézzük, kicsit kibővítve a V4 térséget, volt KGST országoknak nevezzük ezt a részt, akkor ha csak az elmúlt időszak választásait nézzük, akkor ez a bizonyos törekvő erő, amit látunk és érezzük a bőrünkön, ez elbukott Szerbiában, elbukott Magyarországon, talán kimondhatjuk nem ilyen magabiztosan, hogy elbukott Szlovákiában, de teret nyert Lengyelországban. Tehát hasonló gondolkodás van ezen a tengelyen, de valahol mégis átütött a falon. Igen. Nagy ország, nagyobb perspektíva. Nagyobb lehetőség és nagyobb erőforrások befolyás szerzésre. Azért Lengyelországot, Lengyelország történelmét, ha valaki ismeri, akkor mindig tudja azt, hogy a keleti és a nyugati befolyási övezetnek volt egy markáns határa. Mi a saját történelmünkből alapvetően a messzebbről érkező kedves bevándorlók, vagy minket zaklatóknak a jelenlétével kellett, hogy együtt éljünk, viszont a lengyelek a közvetlen szomszédaiktól szenvedték el mindig, a nagyobbaktól, azt az alávetett helyzetet, ami a saját önrendelkezésüket nem engedte kibontakozni. Legyenek azok oroszok, vagy legyenek azok poroszok. Ebből a szempontból teljesen mindegy, valahol mindig ott a Visztula környékén meghúzták a vonalat, aztán aki arra volt, az odament, az kelet, aki pedig nem, akkor az a nyugati érdekszférába, mert mindig megállapodtak a fejük fölött. Nem véletlen, hogy a lengyelek inkább tengeren túli mentort választottak saját maguknak, és az amerikai befolyás az, ami meghatározza a mainstream politikájukat, ami ugye betagozódik az Európai Uniónak is a politikai értékrendjébe, és ennek köszönhetően történt változás. Meg amire oda kell nekünk mindig figyelni, akik közélettel foglalkozunk, konzervatív, jobboldali, keresztény oldalon is, hogyha nem látunk igazából olyan belső ellenzéki erőt, amely veszélyeztetheti a politikai aktivitást, tehát a kormányzó képességet, ez nem jelenti azt, hogy testtartásban,
viselkedésben ne kellene folyamatosan kontrollálni magunkat, és fölöslegesen nem magunkra húzni egy-egy közösségnek a, hogy mondjam, a nem tetszését. Nagyon fontos. Most a lengyel példa ebből a szempontból is érdekes. Mezőgazdasági ország, a vidéken élők mezőgazdaságból élnek, egy jobboldali keresztény kormány sokat segített a vidék fejlesztésén, ennek ellenére voltak itt-ott magatartásbeli kifogások irányukba, főleg a keresztény értékrendet nem csak valló, hanem gyakorló vidéki választók részéről, és ennek az lett a következménye, hogy kivált a újkori konzervatív jobboldalból egy olyan paraszt párt, amely ezt az értékrendet, a régi, hagyományos, megtartó, kulturális értékrendet vallotta magáénak, viszont a gazdaság területén, gazdaság filozófia, politika területén szabadelvű, majdhogy nem liberális nézeteket vallott, és ők arra tették föl a saját politikai jövőjüket és karrierjüket, hogy beálltak ebbe a centristának mondott, de azért látjuk azt, hogy ez egy baloldali politikai konglomerátum, amely Lengyelországban most győzedelmeskedett, és nagy kérdés lesz az, hogy ezek a lelkes vidéki szavazók, ez a 6-8% vagy akár 10%, akik a kritikai szemüvegükön keresztül nézve a lengyel belpolitikát, most lehetőséget biztosítottak egy új koalíciós kormány fölállásához, hogy hogyan fogják majd értékelni a következő félesztendő, egyesztendő történéseit, amelyek már elindultak. És az, hogy egy kultúrharc van a média területén, hát ilyenek azért szoktak lenni, ilyet már láttunk sokfelé a világban, az rendben van. Amikor majd elkezdik előállítani azokat a politikusokat, régi kormánytagokat, akiknek a munkájával nem feltétlenül voltak, vagy a viselkedésével nem feltétlenül voltak minden tekintetben elégedettek, de úgy összességében mégis azt mondták, hogy akár még maradhatnának is, de próbáljuk ki az újakat. Ugye amikor majd azokat a politikai ellenlábasok lefogadják, elvitetik, bebörtönzik, majd akkor ezt hogyan fogja értékelni a lengyel vidék? Ez egy érdekes dolog lesz. Ráadásul azért ők közel élnek Németországhoz, egy kicsivel közelebb. Ott is van egy nagy mezőgazdasági háttér Németországban, és azért látható az, hogy a német gazdákkal sem lehet mindent megcsinálni, teszem hozzá majd a franciákkal sem, és hogyha ők elindulnak, akkor az elég komoly fejtörést tud okozni minden helyi kormányzati feladatot végző testületnek, így a jelenlegi német kormánynak is. Én 2015-ben jártam utoljára Németországban, úgyhogy hogy valamiféle ilyen politikai feladatot ellátva, fenntartatósági kérdések ügyében, én akkor voltam a Bundestagban utoljára, találkoztam ott az alelnökkel, meg bizottsági elnökökkel, de ami számomra legfontosabb volt, a német közüzemi vállalatok országos érdekvédelmi szövetségével. És ott ültek a munkavállalói érdekképviseletek is ugyanebben a szektorban. És ott próbáltam őket meggyőzni arról, hogy figyeljék azt, hogy Közép-Európában a fölzárkózás érdekében olyan magatartást kellene nekik folytatni, mértéktartó magatartást, hogy azt a profitot, azt a hasznot, amit ott elérnek szolgáltatóként, azt valahogy meg kellene osztani. Helyben is kellene belőle hagyni, mert hogyha nem, akkor ellenérdekelté válnak ezek a közösségek, a volt szocialista országok és a nyugati országok, köztük Németország és a német közszolgáltató. És úgy próbáltam nekik mondani, hogy ez nem is méltányos, mert szabad piacot kaptak, bejutási lehetőséget, értékteremtő és érték kiviteli lehetőséget kaptak, és azért valamiféle méltányos együttműködés kellene. És nem értették. Láttam az arcukon, hogy ők ezt nem értik.
Tehát a világ legtermészetesebb dolga volt számukra az, hogy kinyílt a piac, gyakorlatilag új piacokhoz jutottak, amelyek felpesdítették a saját gazdaságaikat, hazavitték, repatriálták a étterő teremtett hasznot, gyakorlatilag a saját jóléti intézményeiket és szolgáltatásaikat ebből finanszírozták, és eszük ágába se volt 2015-ben változtatni ezen. És ugye ők akkor szaladtak bele az energiavendébe, a nagy energiareformba, atomerőműveket lezárni, minden megújuló energiából, de a belső hálózatokat nem tudták fejleszteni, mind a mai napig nincs meg a nagy átviteli rendszer Észak és Dél között Németországban, ami nagyon komoly gazdasági problémákat okoz. Viszont ennek következtében hihetetlen mértékben megnövekedtek az energiaárak, ott nem volt rezsi támogatás, a háztartásokat nem védték meg. Akik kimaradtak a napelemes boomból, a fejlesztésekből, azok háromszoros, négyszeres árat fizettek az energiáért, mert nekik semmiféle bevételük nem volt a napelem bizniszen, keresztül viszont a költségeit ők finanszírozták meg. És az, hogy az AFD most ott tart, ahol tart, 20% fölött, az, hogy a gazdák kín vannak, mert az üzemanyagot már nem tudják finanszírozni, ráadásul az ukrán olcsó gabonát beengedték rájuk is Európába, ez oda viszi őket, hogy hangot adjanak a véleményüknek. Teszem hozzá, hogy talán a konzultációknak, a nemzeti konzultációknak mégiscsak lehet értelme, mert fontos kérdéseket, még hogyha időközönként nagyon egyszerűnek tűnnek ezek a kérdések. Mert ugye az élet is ilyen, hogy a legfontosabb kérdések azok nagyon egyszerűek. Tehát a normalitás és az abnormalitás közötti különbséget meghatározó kérdések végtelenül egyszerűek, leegyszerűsítettek. És lehet erre mondani, hogy hát ezek majd, hogy nem bugyutának tűnnek. Tessék megnézni a németeket, meg a nyugodt európai országokat, hogy voltak-e valamiféle konzultációk az érintettekkel, vagy nem. És hogyha nincsenek, akkor annak azért az a következménye, hogy akiknek nagyon fáj, akkor azok majd elindulnak és próbálnak konzultálni, úgy, ahogy éppenséggel lehet. Teljes felnőtt életed szinte a politikával itatódott át, és a politikusi létedre eddig 2 háború esett. Ha ezt eddig nem számoltad volna meg, én most helyetted kiszámoltam. Egy délszláv háború, és most az orosz-ukrán háború. Bármilyen furcsa, a délszláv háború esetében a NATO jelenléte ellenére, azt mondhatjuk így utólag, hogy inkább maradt egy lokális szituáció. A mostani pedig, papíron tulajdonképpen a NATO jelenléte nélkül mégis globálisnak tűnik. Sokkal globálisabbnak tűnik. Egészen más kort éltél meg még a délszláv háború idején, mint most. Miben látod a kettő közötti különbséget, és mennyiben határoztam ez meg a magyar kormánynak a ténykedését? Mert úgy tűnik, hogy az ellenzéknek mondhatsz bármit, legyintenek arra, hogy háborús vészhelyzet van. Azért mégiscsak mondhatjuk azt, hogy ilyen törzsi villongások voltak a 90-es évek első felében, meg még a második felében is a volt szovjet tagországok vagy tagköztársaságok, amelyek valamikor önálló országok, vagy országrészek, vagy tartományok, vagy vajdaságokként működtek, valahogy mindig a Magyar Királysággal valamilyen szintű együttműködésben, vagy personálunióban, tiszteletben tartva egymás hagyományait és kultúráit. Tehát itt azért a kölcsönösség az mindig fontos volt. A szocialista világrendben ez a fajta kulturális különbözőség, ez nem volt annyira fontos. Jött egy közös máz, vagy egy közös értékmező, amit úgy rátettek. És elnyomták a saját nemzeti identitást, a saját nemzeti kultúrát. És amikor levették a fedőt, akkor a gőz az rögtön kicsapott belőle, és azt gondolta ott mindenki, hogy akkor most a saját kultúráját, a saját identitását meg fogja élni. És ezt a másik rovására is megtette. És a surlódásokból verekedések lettek, a verekedésből pedig polgárháború lett. És abban a pillanatban szétcsúszott a Jugoszlávia, hát 5 vagy 6 ilyen nemzeti entitás formációvá, és onnantól kezdve azért a NATO-nak meglehetősen könnyű helyzete volt. Meg akkor a NATO még erőteljesebben volt benne. Ne felejtsük, hogy ez közel 30 esztendős történelmi visszatekintés ez, és azért addig, amíg a
szovjet birodalom létezett, azért Németországban meglehetősen erős jelenléttel volt ott a NATO. Hát én emlékszem, hogy a 90-es évek első felében, amikor Németországba mentünk, akkor az autópályákon is ott masíroztak folyamatosan a NATO különböző egységei, és ki volt írva, hogy NATO laktanya itt, NATO laktanya ott, tehát viszonylag könnyen mozogtak. És azt se felejtsük el, hogy azért elég durván beavatkoztak, amikor a bombázó jöttek, és lebombázták azokat a közigazgatási vagy rendészeti egységeket Szerbiában, amelyekkel fegyelmezni kívánták az ott élőket, meg a döntéshozókat. És miután kicsik voltak, és egymással szemben álltak, ezeket nagyon jól lehetett így mondjuk bátorítani jobb belátásra. Itt egészen más helyzet van. Egy olyan, két olyan ország van egymással háborúban, ahol azért a katonai hátországnak nagyobb hagyományai vannak, mint amilyenek voltak Közép-Európában, akár a jugoszláv utóállamok életében. Ráadásul a gazdasági érdekeltségek is sokkal erőteljesebben látszanak. Tehát egy 3-4-5 milliós belpiacon jelen lenni valamilyen szolgáltatással nem akkora érdek, mint mondjuk egy 80 milliós piacon ott lenni. Hogy mondjuk Európa termőföldjének, mezőgazdasági termőföldjének a egynegyedét kitevő országban ott lenni befektetőként, és a befektetést megvédeni. Mert hogy a tulajdonosok azok szeretnék, hogyha hasznot is termelne, de legalább nem csavarnák ki a kezükből. És hogyha megnézzük, azért az ukrán agráriumnak a bő kétharmada, háromnegyede az nem ukrán tulajdonosok kezében van, hanem más ország. Hát Antony Blinken, amerikai külügyminiszter meg is nyugtatta a lakosságot, hogy a 90%-a az tulajdonképpen amerikai vállalatokhoz folyik én vissza. Nem azt mondom, hogy hülye fejjel ugorjunk neki mindennek és mindenkinek, aki körülöttünk megmozdul, és aki másként gondolkodik, mint mi, mert mi kicsik vagyunk. De hogyha a saját érdekeinket mi nem képviseljük, akkor senki nem fogja képviselni a világon a magyar érdeket, és abból mindig egyre kisebbek leszünk, és mindig beszorítottabbak leszünk, és a végén el fogunk veszíteni minden eszközt. Ezért nekünk ezt a mozgásteret fönn kell tartani. Tárgyalásokkal, új viszonyrendszereknek a kialakításával, hidak építésével. Ez egy elég nehéz és körülményes feladat, de ha ezt a minimális erőt és erőfeszítést mi nem végezzük el, akkor le fognak bennünket radírozni. Ezt láttuk. Persze ez megint piros kukorica lehet. Történelem. Első világháború vége. Jól elverték itt azért a szövetségeseinket velünk együtt. Aztán hazajött azért az a majdnem 1 millió megmaradt magyar honvéd katona. És akkor jött egy határozat vörös kormány részéről, hogy a honvédséget föl kell számolni. El kell küldeni a katonákat. Ahogy ez megtörtént néhány hónap múlva, északról morvák csehek, keletről a románok azonnal jöttek, és meg sem álltak jogszerivel Budapestig. És azt mondták, hogy hát esetleg Budapestnek a külső határainál lehetnek majd az új csemorva és a magyar határok, meg a Tiszánál lesz a magyar-román határ. Most ezt azért tudták megcsinálni, és azért tudtak akkor pozíciókat szerezni egy későbbi nemzetközi tárgyalásra, a trianoni béke tárgyalásokra, mert mi nem mutattunk erőt, mert sehol se voltunk, mert saját magunkba még beledöftünk egy kést. Azt csodálkoztunk, hogy a életerő az fogy el belőlünk, és megyünk össze. És amikor elérkeztek a úgymond békés tárgyalások a tárgyalóasztaloknál, akkor azt tudta mondani a Morva is, és azt tudta mondani az Olá is, hogy kérem szépen, mi hát egészen a Tiszáig vagyunk, meg a székes főváros Budapest határáig. Hát mi az, hogy itt a Nógrád megy át, ilyenek? Hát ilyenek nincsenek, ott mindenhol mi vagyunk. És innen lehetett aztán kicsit a határokat visszavinni, nem feltétlenül igazságos módon, mert még így is sok-sok millió honfitársunk maradt kívül, reket kívül a határokon. Most a történelmi példád után egészen szürreálisnak tűnik, hogy
román sajtó megint attól fél, hogy Novák Katalin elment a Csíkszeredának a hoki meccsére, és ez rögtön revizionista politikát és felhangot sejtett Magyarország részéről. Hát agyrém. Azt gondolom, hogy ez inkább az ilyen érdekességek rovatba tartozik, valamivel foglalkozni kell. Én könnyű helyzetben vagyok, mert én nem tartom magam politikusnak, nem is vagyok politikus. Én helyi önkormányzati emberként kezdtem a közdolgaival foglalkozni, és azzal is foglalkozom mind a mai napig. Én ilyen közszolgálati szakiparos vagyok gyakorlatilag. Tehát a politikával csak annyit foglalkozok, amennyit kell. Annak érdekében, hogy annak a közösségnek, amelyet képviselek, ki tudjam járni azt, ami jár neki, hogy az jusson is. Ez az én feladatom. És kérdezted a beszélgetés elején, hogy hogyan sikerült átadni a várost 2010-ben. Hát 2005 és 2010 között azért már voltak olyan fejlesztéseink, beruházásaink, egyrészt a folyamatosan bővülő adóbevételekből, másrészt pedig azért vettünk föl hiteleket is, hogy visszavásároltuk, vagy nem is vissza, mert sose volt a város tulajdona, megvásároltuk a fűtőerőműnek a felét, átépítettük. Megmentettük és átépítettük a Népházat egy korszerű színházzá, strandot építettünk. Tehát komoly fejlesztések történtek, és 2010-ben így sikerült, egy ilyen felszálló ágban sikerült a várost átadni annak a Schmidt Csabának, akivel előtte 4 éven keresztül polgármesteri, alpolgármesteri kapcsolatban dolgoztunk együtt. És a 2010-2014 közötti kormány, ugye akkor én képviselő voltam, parlamenti képviselő voltam, olyan döntéseket hoztunk, hogy a korábbi adósságaiktól nagyvonalúan megszabadítottuk a városokat. Tatabánya esetében ilyen 15 millió tata esetében, vagy 15 milliárd tata esetében 5 milliárd forintos adósságot ütöttünk le, de ugyanígy a kis településektől is átvette a kormányzat a korábbi fejlesztés. Ez hajlamos elfelejteni az ellenzék manapság. Nem is csodálom egyébként, hogyha valorizálnánk, akkor óriási pénzekről beszéltünk 10-12 esztendővel ezelőtt, és bejöttek azok a új fejlesztési programok, mint a Magyar Falu Program, a Modern Városok Program, aminek keretében 10-20-30-40 Tatabánya esetében 100 milliárd forintos fejlesztés történt. Közintézmények, amelyekre korábban nem volt pénz, nem volt forrás, szépen egymás után újultak meg. Gimnázium, könyvtár, ipari parki közművek, városi utak, multifunkcionális csarnok, új kórházi épület, amint persze lehet vitatkozni, és mindig lehet új és új dolgot hozni, hogy mi miért nem jó. De azért azt lássuk be, hogy ami ide, ebbe a térségbe, a Tatai medencébe beérkezett, külső pénzügyi forrás, az itt épült be, és az itteniek szolgáltatási körülményeit, mondjuk úgy, hogy életminőségét tudják befolyásolni. És ezeket saját erőből nem lehetett volna megvalósítani. Az persze fájó dolog, hogy itt van a háború, meg itt van egy gazdasági recesszió egész Európában, ami mindannyiunkat érint, és ebből ki kell lábalni, és így a fejlesztések egy része az nem indulhatott el, amit korábban terveztünk. De amit elkezdtünk, az befejeztük. Azok most már az utolsó kis átadásra kerülnek, és hogyha kellett, akkor pótelő irányzatot is kaptak a települések. Tatabánya városa is több mint 1 milliárd forint ráemelést kapott a különböző fejlesztéseknél, hogy azok be tudjanak fejeződni. Legyen az által érvölgyi kerékpárút, vagy éppen a kórház beruházása, vagy akár a összekötő út Bánhida és Újváros között, Sárberek mentén, de ezek befejeződtek. És a kormány nem azt nézte, hogy most éppen melyik településnek milyen polgármestere van, milyen összetételű önkormányzati testülete van, hanem azt nézte, hogy ezeket a beruházásokat botor dolog lenne félbehagyni, ezeket be kell fejezni. Azt gondolom, hogy ez így rendjén van. És ez megint egy ilyen értékrendi kérdés, a normalitás, abnormalitás. Ezért vagyok én viszonylag könnyű helyzetben, mert még mindig, ahol én szolgálatot teljesítek itt a Tatai medencében, a politikai értékrendtől függetlenül a többség az még mindig különbséget tud tenni.
attól, hogy mi a normális és mi a nem normális. És hogyha minden politikát félreteszünk, és csak erre szűkítjük le a közös beszédet, akkor szót lehet érteni. És a nemzeti konzultációknak is ez a lényege. Amikor gyermekvédelemről beszélünk, akkor annak is ez a lényege. Tehát itt nem arról van szó, hogy ne viselnénk el azt, hogy vannak máshogy élők is a közösségeinkben. Mindig is voltak, 100 meg 1000 évvel ezelőtt, meg szerintem 100 000 évvel ezelőtt is voltak olyanok, akik máshol találták meg a megnyugvást, más karjaiba, és máshonnan kaptak erőt, szeretetet ahhoz, hogy jól érezzék magukat az életükben. Azt gondolom, hogy ezzel nincsen semmi gond. Akkor van gond, amikor abba az irányba mozdulunk el, hogy az a életállapot legyen a minta, vagy az valamivel jobbnak, szebbnek, vagy vonzóbbnak tűnjön föl, mint az, amikor a többségben úgy élünk, hogy ténylegesen férfi, nő kapcsolatban, anya, apa, gyermek kapcsolatban, egy háztartáson belül. Teszem hozzá, hogy az élet az humorérzéke van, de nem tréfamester. Tehát élet az mindig ebből a viszonyrendszerből születik, és így tartatunk meg. Ezért születtünk meg mindannyian. Ez egy fantasztikus érték, egy óriási élmény, és a jövőbe vetett remény. Az, hogy vannak közöttünk olyanok, akik a szeretetet nem tudják ebben a kapcsolatrendszerben megtapasztalni, azt gondolom, hogy ez méltányolandó és elfogadható. És akik ebben az élethelyzetben vannak, a többség, ezt így is éli meg. És nem kell nekik hálásnak lenni azért, mert akik máshogy élnek, azok valami gesztus gyakorolnak a tekintetben, hogy ők úgy élhetik az életüket, ahogy élhetik. Éljék úgy az életüket, találják meg a boldogságukat. Csak ne ez legyen a normalitás. Tehát amikor valakik meghatározzák a világban a közbeszédet, meg próbálják az értékeket átrendezni, akkor arra ne tegyenek már kísérletet, hogy ez legyen. Főleg a gyermekek esetében. Tehát azoknak a gyermekeknek az életében, akik még nem rendelkeznek egy kiforrott belső érzelmi rendel, meg világrendel, világnézettel. Aztán majd mindenki érzi azt, hogy az élete milyen irányba akarja elmozdítani, és akkor az szerint fogja majd élni az életét. Körülbelül ennyi ez. Csak azért hoztam, mert egy hétköznapi kapcsolatban, emberi kapcsolatban, amikor összefutunk valakivel, akkor ezekről így tudunk beszélni, ha kell beszélni, mert időközönként kell beszélni, mert egy nagyszülő is azért odafigyel arra, hogy mi történik egy iskolában. Odafigyel arra, hogy mi történik az unokájával. Milyen környezet veszi körbe, és óvni akarja. És mindannyian így vagyunk, szülők is így vagyunk. Aztán síp-hup a kezünkből kikerülnek, aztán élik a saját életüket, saját döntéseket hoznak, a saját felelősségük. Ők is boldogok szeretnének lenni, nem a mi meghosszabbított kezeink, lábaink, eszünk, szívünk ezek a gyermekek, hanem önálló felnőttek lesznek, és tiszteletben tartjuk az ő döntéseiket, és úgy élik az életüket, ahogy jónak tartják. A mi felelősségünk addig tart, amíg őket el nem engedjük, és ennek azért jogi kötelezettsége is vannak egy szülőre nézve, és egy közösségre nézve is. És amíg erről tudunk beszélni értelmesen, és nem vagdalkozás, meg nem szájhúzogatás van, addig azt gondolom, hogy van remény arra, hogy egyszer csak újra helyre kerülnek a dolgok, az lesz, ami normális, és lesz, ami nem feltétlenül a fő csapás irány. Fel se gondolta volna néhány évvel ezelőtt, hogy nem hogy alaptörvénybe kell iktatni ezeket az alapvetéseket, hanem hogy egyáltalán a politikai közbeszéd tárgya lesz ez a fajta mindenki által korábban normálisnak vélt dolog. És ha már a normalitás, abnormalitás egymásnak feszülését már említetted többször ebben az adásban, János, akkor egy rövid
kitérő erejéig, és aztán kicsit Tatabányáról is majd muszáj lesz beszélnünk, de egy rövid kitérő erejéig, mint ahogy már megjelent mögöttünk az EU-s zászló, beszéljünk a Fidesz idei két fontos feladatáról, és legyünk túl az elsőn, ez pedig az Európa parlamenti választások. Én azt gondolom, hogy nagy számokban, arányban gondolkodva nem hiszem, hogy itt bármi veszély fenyegeti azt, hogy a magyar társadalom az európai parlamenti választásokon a Fideszt bízza meg nagyobb, jóval nagyobb számban parlamenti képviselőket küldeni az Európa Parlamentbe. Akkor viszont mi a tétje? Hogyan értékelje egy fideszes választópolgár Magyarországon, vagy egy konzervatív jobbos választópolgár, hogy mi a tétje ennek a választásnak? A tétje az-e egy, hogy hogyan akar arcot szerezni magának újra a hazai ellenzék, és az ő mandátum számaik hogyan alakulnak? Kettő, és szerintem ez a fontosabb, tétje az, hogy az abnormalitás és a normalitás végre kontinens szinten is egymásnak fog feszülni, és az az első fecske állapotunk, ami volt, az talán néhány más állam ébredezése is követni fogja. Én is azt gondolom, hogy ez itt a tét. Teszem hozzá, hogy ugye volt 2007-ben egy komoly vonalhúzása az Európai Unió jövője tekintetében. Igen. Akkor még talán népszavazások is voltak előtte Franciaországban is, hogy az új egyezmény érvénybe léptethető-e, a briteknél is voltak ilyen bizonytalanságok. Én emlékszem, hogy arra a javaslatra néhányan a parlamentben nem nyomtunk igen gombot. Nem sokan voltunk, talán 5-6-an lehettünk. Akkor látszott, hogy abban a egy nap alatt kellett dönteni, az akkori kormány úgy hozta be, hogy egy nap leforgás alatt dönteni kell. Aki időt nyer, életet nyer, gondolom, hogy ez is hozzátartozott az akkori döntések meghozatalához, de az egyértelmű volt, hogy abban a 1000 oldalas írományban, ami az új struktúráját vetítette elő, az Európai Unió új struktúráját, abban olyan elemek szerepeltek, amely a nemzetállamoknak a felszámolása irányába tettek lépéseket. És én ezt akkor se szerettem volna, és én ezt most se szeretném. Azok, akikkel itt együtt élünk a Tatai medencében, azért azok tudják, hogy sosem áll tőlem messze a rendszerkritika. A saját politikai döntéseink mindegyikével sem értettem egyet, főleg az ilyen mindennapi élet szabályozási kérdéseiben voltak eltérések, és nagyon vártam már azt, hogy elérkezzen az az idő, amikor a lényegi kérdésekkel fog foglalkozni a kormányzati politika, és ez olyan 2015 környékén jött el, amikor úgy összeértek azok a fontossági kérdések, amelyeket én annak tartottam, és amit a kormány egyre markánsabban próbál érvényesíteni nemzetközi és Európai Uniós térben is. Tehát ezek közé tartozik a bevándorlás kérdése, a haderőfejlesztés, honvédség fejlesztése, a családpolitika, tehát azok az elemek, az agrárpolitika, erőforrásaink, a természeti erőforrásainknak a kézben tartása, azok a kérdések, amelyek megmaradási kérdések, amelyek a nemzeti jövőt tudják biztosítani számunkra. És egyre markánsabban jelenítette meg és jeleníti meg a kormány, mint egy, hát hogy mondjam, ilyen segédmotor vagy indítómotor. Talán emlékszünk arra, hogy a régi orosz harckocsikban az indítómotor Zaporozsec. Lesajnált Zaporozsecnek a normál motorja töltötte be ezt a szerepet. Zaporozsec indítómotor volt. Na most körülbelül így néznek bennünket ilyen lesajnáltan az Európai Unió fő politikusai, hogy na ez a kis magyar Zaporozsec itt mit próbálkozik, Orbán Viktor miniszterelnök mit akar ebben a közegben. De nagyon jól tudják azt, hogyha ez az indító motor beindul, és ez be tudja indítani a nagyobb motort, ami már meghajtja magát a harckocsit is, akkor abból azért lesznek kellemetlenségek. Mert előbb-utóbb a európai tagországok, uniós tagországok vidéken élői,
akik a kisvárosokban, a rurális mezőgazdasági területeken élik az életüket, azok még a normalitás világában élnek, és szeretnének is úgy élni, és ott élni, a saját nyelvükkel, a saját kultúrájukkal, a saját szokásaikkal, és egyre többen lesznek azok, akik hangot is fognak majd adni. És amit te mondtál, én is arra számítok, hogy nagy áttörés talán nem lesz, de hogy markánsabban meg fognak jelenni ezek a nemzeti érdekek az európai döntéshozásnak a szintjén, az egészen biztos. És azt gondolom, hogy ez rendjén van. Ez lehet az az ellensúlyozó erő, ami visszafogottabbá tudja tenni azt a globális gazdasági érdekkört, ami semmi mást nem lát az Európai Unióból sem, meg egész Európából, az Európát beállózó nemzetek közösségéből, mint egy egyszerű lecsupaszított piacot, amelyet a saját érdekeik szerint kell irányítani. A műsorunk utolsó részében természetesen Tatabányáról fogunk beszélni, és itt is szét tudom szálazni a feladatköröket. Hogyan látod a helyi Fidesz képviselőtestületnek, miben van leginkább munkája a helyhatósági választásokra való felkészülésben, és személyesen te magad milyen feladatokkal rendelkezel, miket látsz már most így az év elején, amiben dolgod lesz, hogy segítsed ezt a helyhatósági választást? De 2010 után alapvetően az én dolgom az volt, hogy toljam befele talicskával a közköltségvetésből az állami forrásokat, hogy szépen tudjon fejlődni a város, és ez jó is volt egészen addig, amíg Schmidt Csaba volt a polgármester. Magának a városnak a mindennapi életével annyit nem kellett foglalkoznom. Értelemszerűen utána már igen. Én is abban voltam érdekelt, hogy a város az ne szenvedje meg a polgármesterváltást, ami 2019-ben bekövetkezett. Tehát függetlenül attól, hogy ki a polgármester, milyen értékrendet képvisel, melyik politikai szekértáborhoz tartozik, nem lényegtelen kérdés, de abból a szempontból nem lehet kiemelten fontos, hogy egy várost büntessünk, ellehetetlenítsünk, vagy pedig hagyjuk azt, hogy éljen, vagy akár még fejlődjön is. Éppen ezért arra törekedtem mindvégig, hogy a párbeszéd az meglegyen. Érdekes módon a közgyűlésen belül nehezebben ment ennek a párbeszédnek a fenntartása a polgármester részéről a testülettel. Én jobban tudtam együtt dolgozni a polgármester asszonnyal. Lehet, hogy azért, mert nekem olyan a habitusom, hogy sok mindent elengedek, és nem akadok meg rajta. Igen, tehát a kalambóra még emlékszünk. Tehát a maga esetlenségével. És csak a feleségére nem. Igen, ahogy az ember öregszik, hogyha eredményes szeretne lenni, és azokat a célokat szeretné megvalósítani, amiket kitűz, vagy amivel megbízzák, akkor kell egy jó értelembe vett nagyvonalúság, és sok mindent úgy el kell engedni, és sokszor úgy tűnik, mintha ilyen kicsit idétlen is lenne, meg ilyen a szürke balonjában olyan jelentéktelen. Igen. De itt nem a közös szó megtalálása lesz szimplán ezt, a feladat, ezt, hanem le kéne győzni ezt a vezetést. Ez az elmúlt 4 esztendőben, 5 esztendőben, vagy 4,5 esztendőben ez így működött. Tehát a város megkapta azokat a támogatásokat, azokat a pénzügyi forrásokat, amelyek nem csak a talpon maradásához kellettek, hanem ahhoz is, hogy a folyamatban lévő fejlesztéseket be lehessen fejezni, még akkor is, hogyha nem minden területen sikerült a város vezetésnek jól menedzselni ezeket a fejlesztéseket, egyet-kettőt szinte a semmiből kellett visszahúzni azért, hogy ez megvalósuljon. És ebben azt kell mondjam, hogy még Schmidt Csaba életében is, és azt követően is, az elmúlt 3/4 évben is majdnem egy esztendőről beszélünk. Itt a helyi Fidesz-KDNP frakció az megadta azt a támogatást a városházi vezetésnek, ami ezt a fajta működőképességet és fejlesztési lehetőséget tudta garantálni. Ezt azért le kell szögezni. Függetlenül attól, hogy ki szereti egymást és ki nem szereti egymást, minimális együttműködésre szükség van. Az egy másik kérdés, hogy sajnos ugye már a ciklusnak az első harmadában elveszítette a várospolgármestere a többséget, a saját képviselőivel került szembe.
Ez viszont nem jelentette azt, hogy a Fidesz-KDNP képviselői túlértékeljék ezt a helyzetet, és valamiféle csatatérré vagy háborús övezetté változtassák a várost. Ezt én hálásan köszönöm nekik, hogy ezt megértették, hogy bármennyire is csiklandó dolog a politikában, az ilyesmi, hogy ez a városnak az érdekeit nem szolgálja, és minimális szinten együtt kell dolgozni. Most egy új helyzet van, most majd el kell döntenie a városban élőknek, hogy kiknek fognak bizalmat szavazni. Ugye volt egy időközi választás, egy olyan jelöltet tudtunk állítani Gál Csaba személyében, aki városházán edződött, méghozzá pénzügyekkel foglalkozott, 10 költségvetést állított össze, hogyha még azokat is hozzátesszük, amit az én volt pénzügyesem, Javica Pista bácsinak a keze alatt is végzett, vagy segítkezett, akkor még többről beszélhetünk. És már csak azért is, mert Jagica Pista bácsi volt az ő városházi mentora. Gondoltam azt a Gál Csabáról, hogy alkalmas lehet közösség szolgálatára, akár képviselőként is. És meg kell mondjam azt, hogy a teszt üzemmódban a időközi választás idején jól kezelte azt a felelősséget, meg azt a terhet, azt a lelki, meg pszichés, szellemi terhet is, ami ezzel jár. És az a szakmai tudás, tapasztalat, amivel rendelkezik, az jól jött a frakcióvér frissítése akkor is. Nem véletlenül lett szeptemberben a frakció vezetője, és nem véletlenül tettem javaslatot arra novemberben, hogy bízzuk a Gál Csabára az önkormányzati választásokra való fölkészülést is. Én úgy látom, hogy egy olyan ember, aki a városüzemeltetést fontosnak tartja, most hazabeszélek, mert szerintem ez a legfontosabb, hogy a város üzemeltetése az rendben legyen, az alapszolgáltatások, az utak, a járdák, a parkok, zöld felületek, a tisztaság, köztisztaság, ez rendben legyen, az alapvető létesítményeink egészségügybe, sportba, oktatásba, ezek rendben legyenek, és akkor utána, hogyha van nekünk még lehetőségünk, pénzünk, bevétel, adó, támogatás, pályázat, akkor persze lehet komfortosítani még tovább a szolgáltatásokat. Egyet nem szabad elfelejteni. És ezt látom a Csabán is, hogy ezt ő pénzügyesként, régi pénzügyi vezetőként nagyon jól látja, hogy egy polgármester nem mondhatja azt, hogy nem az ő dolga a helyi gazdaság menedzselése, hogy nem az ő dolga a foglalkoztatási helyzetnek a kezelése, de legalább a figyelemmel kísérése, de én inkább azt gondolom, hogy a kezelése. Tehát én mind mai napig figyelem azt, hogy mi történik az ipari parkba, hogy az ipari park és a város, a térség gazdaság szerkezete az hogyan alakul, hogy annak valóban megvan-e a 3 vagy a 4 lába, és hogyha változik a gazdasági környezet globálisan, vagy az Európai Unión belül, amivel valamilyen szinten nekünk együtt kell élni, akkor nekünk is azt szerint kell kicsit igazítani a saját gazdaság szerkezetünkön, de úgy, hogy még egyszer ne kerüljünk a csapda helyzetbe, és nehogy egyoldalúvá váljunk. És hát ezért nincsenek ilyen nagy akkumulátor üzemek se a városba, se a térségünkbe, mert mi már, bocsánat, kimaxoltuk ezt 6-7 esztendővel ezelőtt azzal, hogy a korábban már 15 éve városban működő Lotte alumíniumfóliát, szeparátorfóliát kezdett el gyártani, ami bedolgozik az akkumulátor iparba európai szinten, alapozva a régi alumínium kohászati hagyományokra, amelyek Tatabányán itt megvoltak, és ugyanígy a másik társaság, a Volta, a részfólia előállítással, aminek a hagyományai gyakorlatilag még az ötvözet gyár idejéből ugyancsak megvoltak Tatabányán. Ezzel mi kivettük azt a részünket, amelyet stabilizáltuk Észak-Dunántúl autóipari átállásának a lehetőségét, és innentől kezdve az összes többi autóipari beszállító, aki szélvédőt gyárt, vagy éppen elektromos csatlakozókat gyárt, vagy alumíniumfelnit gyárt, az mind arra számíthat az ott dolgozókkal együtt, hogy bent tud maradni ebben az autóipari klaszterben. De emellett fontos nekünk, hogy az egészségügyi segédeszközök gyártásába is mi legyünk az országos központ, a hub, a BD-vel, a koloplaszttal, és fontos számunkra, hogy a gépgyártásnak különböző szanitációnak különböző elemei itt legyenek, akár a membránkutatás, víztisztítási membránkutatással, akár a szivattyúgyárral. Tehát ezek mind olyan fontos dolgok, amelyek
egy városvezetőnek a fejében ott kell, hogy legyenek, mert mégiscsak felelősséggel tartozik az itt élők megélhetéséért, és felelősséggel tartozik azért is, hogy minél több helyi iparűzési adót tudjon beszedni a város, mert abból tud megfelelő minőségű városüzemeltetést végezni, és abból tud előtakarékoskodni egy-egy fejlesztés megvalósításához is. Mennyire ismered a tatabányai néplelket? Hát... Azért még ott a normalitás és az abnormalitásnak a viszonylag tág mesdjéjén szót tudunk érteni egymással. Azért kérdezem, János, mert szerinted, ha választani kéne kettő közül, két opció közül, akkor egy harcias városvezetést, vagy egy simulékony, együttműködő városvezetés a vágya egy tatabányai választópolgárnak, mert hogyha erre tudod a választ, és tudjuk a választ, akkor ez egy nagy segítség ahhoz, hogy milyen nyomvonalon kell felépíteni egy kampányt itt. A teszetosszaságot nem szeretik a tatabányaiak. Tehát inkább azt mondják, hogy legyen egy kis harciasság, de emellett ugyanolyan fontosnak tartják azt, hogy az érdekérvényesítő képesség is meglegyen, hogy szót tudjon érteni a mindenkori kormányzatnak a képviselőivel, és ne az legyen, hogy először jól megszidja az adott kormányzatot, elhordja mindennek, és akkor utána pedig megy, hogy még ez kellene, meg az kellene, és akkor ugye megy a csodálkozás, hogy nem feltétlenül nyílnak ki azok az ajtók, mert miért is? Tehát ez egy lényeges dolog. Viszont amit látni kell még, hogy a tatabányai emberek is emberek, akik szeretik azt, hogyha figyelnek rájuk, szeretik azt, hogyha rájuk mosolyognak, szeretik azt, hogyha szóba állnak velük, ha köszönnek nekik, és érdeklődnek, hogy hogy érzik magukat. Ez fontos. Tehát egy városvezetőnek erre is képesnek kell lennie. Én azt látom, hogy ebben a jelenlegi polgármester asszony ért el sikereket, és ez mindenképpen fontos, éppen ezért a Gál Csaba esetében, potenciális jelöltünk esetében egy olyan személyt sikerült találnunk, aki hasonlóképpen könnyedebben tud kapcsolatot teremteni, képes arra, hogy meghallgasson embereket, és arra is képes, hogy azok a vélemények, azok az észrevételek, amelyek elhangzottak, azok gyökeret verjenek benne, és keresztül tudja vinni a döntések előkészítésénél, a döntések meghozatalánál, meg tudja értetni a többiekkel, a képviselőkkel, képviselőtársakkal is, hogy ez a közösségi érdek, a közösségi szempont. Egyébként pedig a pénzügyi egyéb lehetőségek azok ezt és ezt teszik lehetővé, erre kell nekünk valamiféle szabásminta alapján a gombhoz akkor megtalálni a megfelelő kabátot, és hogyha ezt sikeresen megtettük, rápróbáljuk a városra, a város népére, akkor lehet, hogy jól fogja érezni benne magát. És időközönként, hogyha még ott van egy kis ránca kabátkán, mert nem teljesen illik, akkor ott szépen meg kell igazgatni, és akkor érzik az emberek, hogy van valamiféle törődés, és nem az van, hogy na fiam, akkor itt van neked a három számmal nagyobb kabát, aztán eredj az utadra. Igen, tehát ez a néplélek, hogy legyen tartása egy polgármesternek, legyen meg a szakmai felkészültsége is, tudja azt, hogy pénzből is él egy város, meg dolgozni is akarnak, meg kell is, hogy dolgozzanak az emberek, ez egy helyén való törekvés, és emellett még azért szeresse is magát a várost is, a közösséget is, meg az emberekkel is szót tudjon érteni. János, köszönöm szépen, hogy eljöttél a Közéleti Detox stúdiójába. Bencsik János volt a térség fideszes országgyűlési képviselője a mai Közéleti Detox műsorának vendége. Köszönöm szépen a figyelmeteket. 2 hét múlva ismét jövünk rendületlenül, úgyhogy beindítottuk a 2024-es esztendőt. Várunk mindenkit 2 hét múlva. Sziasztok! Ez volt a Közéleti Detox, a podcast, ahol senki sem akar PC lenni. Ha érdekelnek a műsorral kapcsolatos információk, kövess be minket a Facebookon is!